Köszöntöm Önöket ez a heti egyenleg a Klik TV elemző műsor, amelynek mai vendégei Kunce Gábor volt belügyminiszter, és Csillag István volt gazdasági és közlekedési miniszter. Kettő egy. Két euh, miniszterrel együtt tekintünk át néhány témát. Legelőször mindjárt egy miniszternek az ügyét, Varga Judit igazságügyminiszterről van szó, akinek a távozásáról a pozíciójából először kedden jelent meg hír a magyar nemzetben, aztán ezt senki nem volt hajlandó tovább megerősíteni, maga Varga Judit sem, és aztán egyszer csak mára kiderült az is, hogy mikortól nem lesz már miniszter, július 31-e, és hogy ezt ő megmondta Ormán Viktornak, hogy akkor ő 31-én től nincs, és hogy teljes erővel majd az Európai Uniós választásokra koncentrál, és most néhány órával a felvételünk előtt derült ki az is, hogy Tuzson Bence államtitkár lesz majd Varga Judit utóda. Mit szólnak a miniszterúrak ehhez a miniszteri történethez? <laughs> Hát ugye a kormány főnek szíve joga, hogy kit tesz meg miniszternek, tehát ilyen értelemben én ezt nem szoktam minősíteni. Az de is szíve joga, hogy kitől az, válik meg? Az is szíve joga, de egyébként miután <coughs> <én> látom, hogy <coughs> erre igény mutatkozik, ezért most akkor a következőkbe felsorolom Tuzson Bencének a igazságszolgáltatása, jogállamiság és hát a jogi terén eddig megszerzett tapasztalatait és gyakorlatát. Ez a kéne mély hall... jönni a felsorolás. Igen, ez volt a mély hallgatás. Nem, Nem. ez volt a felsorolás. Igen, Igen, tudom, így, ez a sor. Így, Igen. Ügyes, ügyes. Jó fordulat volt, na de azért egy kicsit bővebb. De... Nem dolog. tudson Bence magát a távozást. Ja, uh, uh, hogy a távozást. Hát az egy érdekes dolog, mert uh, szemmel láthatóan Varga Judit különböző okokból uh, nagyon uh, jó pozícióban voltam miniszterelnöknél, tehát erős volt ő egy darabig, de az is tény, hogy a sádlügyet egyszerűen nem tudta magáról lemosni, nem tudja magát távol tartani, minden valószínűség szerint így akar őt, mint egy, hát nem tudom, hogy fölfelé buktatva, de inkább mondjuk azt, hogy a kirakatba téve, igen, ez a jobb, mert ugye a Fideszben azért láttuk, hogy Ádert is kitették a kirakatba, aztán Navracsicsot is kitették oda az EU-s kirakatba, most őt is kiteszik az EU-s kirakatba, volt igazságügyminiszter is már ott van, és akkor időnként egy bábut előszednek, és újra fölhúzzák hátul, és akkor megint mozoghat itt egy kicsit Áder János. Így volt most éppen a Navracsics van így felhúzva, úgyhogy lehet, hogy ez egy hát káder pihentető, és a későbbiek során ha még lesz Orbán, akkor számít majd rá. De hát azért nem hiszem, hogy Varga Juditnak a távozása, az független a Völner ügytől. Hát nyilván ettől sem, de ne csak a Sárlóra gondoljunk, hanem gondoljunk egy másik ügyre is, ez a lehallgatások, ugye amelyet elvileg ő vagy az államtitkára. Tehát abban a pillanatban, amikor az Izraeltől beszerzett, programra úgy rávetették magukat, onnét kezdve kezdődött meg az ő hanyatlása. És azért többé-kevésbé azért érdemes erre egy pillanatra visszatekinteni, mert uh, hiszen. Csak a nézőkedv van a Pegazus ügyről, Igen. Tehát abban a pillanatban, amikor ennek a programnak az alkalmazására fényderült, hogy Magyarországon megletős gyakorisággal kezdték ezt alkalmazni, és ennek az engedélyezése az igazságügyi miniszter, illetőleg az államtitkárának a feladata volt, Abba a pillanatban hirtelen kiderült erről az egyébként nagyon csinos, nagyon jól beszélő, angolul is tudó, dekázni képes, már hogy foci, hegedült is, ha én. Tehát annyi Igen. mindent tudott. Szomorú vasárnapot Ez így van, tehát a ezer dologban tudott volna ő elébe kerülni másoknak, de ennek a Pegazus ügynek az lett talán az egyik következménye, hogy ő neki is rá kellett arra jönnie, hogy neki egy szerepe van itt, ez a balek szerepe. Tehát, hogy ő vigye el a balhét a Pegazusért, és ugye jött a következő, ami hát azért nem egészen volt szerintem az ő kedve szerinti, ez a sádul Tehát, ha most... És azért, bocsánat, volt még egy harmadik dolog, amikor csokot vet fel a Balatonhenyei nyaralójukra. nem különböző csenkitől, amelyik... Tehát ugye de egy igazságügyi miniszter. Igen, de azt kell mondanom, hogy minthogy már olyan igazságügyi miniszterei vannak, voltak, amelyek nem méltóak. Mondjuk például Deák Ferenc nevéhez, tehát az Orbán igazságügyi miniszterei igazán nem abban voltak az élen, hogy az erkölcsiséget és a jogállamiságot védték volna sőt, Na most, hogyha valamilyen, ha a felsorolást, amit itt hallottunk Kunce Gábortól, Tuzson érdemei, szerintem egy dologra biztos ki van jelölve, a balek szerepére. Tehát neki kell majd elvinnie a balhét, amikor, ugye mert csak egy másik ügyre szeretnék egy pillanatra visszapillantani, ugye amikor most Rogánék, egy írtózatos jelentés halmazzal próbálják meg izzé porrá zúzni az ellenzék valamennyi pártját, ami lényegében a titkos szolgálat abszolút nem semleges és párt semleges felhasználására utal, aminél majd bizonyítékokat kellene tudni előhalászni, és ezeknek a bizonyítékoknak az előhalászását adott esetben lehallgatási jegyzőkönyvek és egyebek képez, hetnék, erre nagyszerűen alkalmas lehet az újonnan kijelölt igazságügyi miniszter is. Varga Judit, én legalábbis úgy emlékszem, hogy nem volt hajlandó fogadni a Pegazus ügyben itt járt Európai Uniós delegációt. Ezzel gondolom nem igazán, ezzel gondolom nem igazán szerzett jó pontokat az Európai Bizottságnál akkor vajon mennyire reális az a várakozás, amit egyes cikkekben, elemzésekben lehet olvasni, hogy hát ő belőle majd uniós biztost valamilyen területen akarna majd csinálni Orbán Viktor, már csak azért is, mert Várhelyi Olivér bővítési biztosnak lejár majd a mandátuma, és hát az komoly presztízsveszteség lenne, ha nem lenne Magyar Uniós biztos. Hát valószínűleg lesz Magyar Uniós biztos is, még akár ő is lehet, mert azért emlékezzünk vissza, hogy nagyon nehezen találtak annak idején, Kovács, Kovács Lászlónak, Lászlónak is. Tehát biztos ki lehet alakítani azért olyan portfóliót, hogy nem tudom én, a balkáni, baromfi, udvarok, söprögetése és a környezetvédelem kérdése, vagy ki tudja legjobban megszólaltatni a vaktyúk is találsz szemet, című, csajkoszki, melódiát, hegedű, tehát ezek minden további nélkül lehetségesek. Igen, és ráadásul neki azért szemben a megbuktatott elődjével, már a biztosként megbuktatott elődjével, ugye emlékszünk, hogy ott összeférhetetlenségű problémákat így van, van igen, szó. találtak. Itt ő éppen a jogállamiságról szóló tárgyalások miatt elég jó kapcsolatrendszer tudott kiépíteni, meggyőzni nem tudta őket, de ismerettsége van, tehát... Éppen lehetséges ez is, de pont az előbb felsorolt ügyek miatt, hát nekem kétségeim vannak, hogy ezt Európában csak úgy simán átengednék. Jó, egyetlen egy dolog lehet. Ugye Orbán arra számít, hogy megváltozik az Európai Parlament, tehát a bizottság összetétele is. Ha véletlenül ebbe az irányba mennének az események, akkor akár befuthat Varga Judit. Tehát, hogyha valakinek a csodafegyvere, már pedig Orbánnak a csodafegyvere, csoda ugye Trump, Putin, Xi Jinping, Erdogan, akkor ebből már Bolsonaro-t most levették a tábláról, akkor ebbe a számításba, hogy akkor az egész bizottság összetétel megváltozik, akkor ebbe be tud futni. De nem valószínű. Uh -huh. És az, hogy Tuzson Bencét jelölték, akinek az életútját olyan szépen taglalta Gábor az imént, az mit jelenthet? Tehát, hogy miért nem egy markás jogászt, olyat, aki, aki valahogy riposztozni is tudna. Ezt most csak azért kérdezem, mert egy elemzésben azt olvastam, hogy amikor Varga Juditot kinevezte Trócsányi helyére, akkor három sőt négy jelölt is forgott előtte, mint lehetséges szóba jöhető miniszter. Vajon a három és négy jelölt közül Tuzson Bence maradt mostanra? Hát, én nem látok bele az Orbán fejébe, de a személyzeti politikájáról azért így is van véleményem. Most te vártad azt a riportozó csillogó elmét, mondj egyet a kormányból. Mondj egyet a kormányból. Olyat, aki nem a szakmai felkészültség az egyeseknél tetten érhető, mások nem meg nyomon követhető. De mondj egy olyat, akiről feltételezett, hogy kiáll a véleménye mellett, ellentmond az Orbánnak, mert aki riposztozik kifelé, az riposztozik befelé is. Nem tudsz ilyet mondani, ma már az Orbán kormányban nincsenek olyan vélemény Tulajdonosok? Korábban azért Lázár János például ilyen volt, el is kellett tűnnie. Elkele, egy hát úgy van, csak hosszabb időre. Ő, csak őt, igen, nem. Brüsszelbe tették kirakatba, hanem a Lótmezővárságba. Igen, szóval ő most visszajött, és most már tudja, hol a helye. Tehát most már ő, visszafogja magát, ugye? Szóval nem, szerintem, szerintem Orbánnak már nem kell olyan, akinek önálló véleménye van, és ezt még el is mondja ráadásul. Hát lehet, de nekem mindenképpen meglepetés, hogy, hogy egy gyakorlatilag olyan ember lesz az igazságügyi miniszter, akinek eddig tényleg az volt az életútjának a nagy jellemzője, amit, amit te megpróbáltál érzékeltetni. Most úgy elképzelem, hogy van egy interpelláció miniszterhez, és akkor ő majd ott milyen választ ad, hogy mennyire lesz hiteles szakmailag, ki fogja őt komolyan venni, vagy ez nem is érdekes. ugye, ha a szakmait nem mondhat volna, akkor már mondtam volna, hogy hát ott van a panelgyűjtemény, csak elő kell venni. Ha a szakmai kritériumit is megfogalmazol, akkor majd válaszol eljött a más. De hát, nézd meg, Ott van Nézd meg, hogy bármelyikük válaszol, azt az öt szót, azt előre meg tudod mondani, hogy ez most lesz. Hogy... Gyurcsány. Hát a gyurcsány az kétszer, igen, tehát már is két szót kilőttünk, de, ak de akkor még ott van a háborús infláció, a háborús szankció, a, a békepártyán vagyunk, a magyar emberek békéje számunkra a fontos. minden válaszukban ez hangzik el. Hát mi a, megindul a Prigozsin Moszkva ellen, a kormány ledöbben, mert erre nem volt még szavuk, amikor a Prigozsin visszafordult, akkor azt mondta, nem érdekes nekünk, a magyar emberek fontosak, a magyar emberek békéje számít, kész. Jó, hát amiről beszél a Gábor, mondani. az tulajdonképpen egy valami egyszerű dolog. Egy olyan rendszerben, egy autokráciának mondott fasizmusban élünk, ahol van egy kis göbbelsz, aki azonnal tudna, ha mernék őt kiállítani, ugye ez a Rogán, aki minden panelt, előre megmér, lényegében minden szót 15 fókus csoportnál, hogy mennyire ül és mennyire hatásos, és kizárólag ezeket a paneleket mondhatják, alkalmazhatják, írhatják föl mindazok, akiket kitesznek a placra. És ha már ezt így szépen behozta a pista, nekem az jutott eszembe, amikor a valamikor a 90-es évek vége felé a TV2-ben Havas Henrik műsorába hívtak be reggel, és előttem a Pokorni Zoltán volt, és ott felejtette a papírjait. És ugye ott nagyon gyorsan kellett szerepet cserélni, mert amíg mondták, hogy következik Kunce addig gyorsan kellett cserélni. Ott maradtak a papírok, én elhoztam, hogy majd elviszem neki, Azokon a papírokon elvittem. az volt rajta. El. Ma elvittem onnan, igen. a, papírok, papírokon az volt rajta, hogy ha ezt kérdezik, hogy, azt válaszoljuk, hogy 99-ben, és Pokorni Zoltának, akinek ilyesmire abszolút nem volt szüksége, mert egy elég felkészült, tájékozott srác volt, de ott voltak az a, az a 15-20 téma, ami lehetséges, azokra ott voltak a megfelelő válaszok, amiket adniuk kell. És ez még csak a kezdet, de képzeld el, ezt tökére fejlesztették most már, mert most már a, a szavakat. Tehát oda mész egy Fideszeshez, és azt mondja, jó napot kívánok, Bánó András vagyok, kezet nyújt, és azt mondja, hogy szankciós infláció. Kész. Mert ő, hogy kicsoda, az már nem érdekes, hanem ezek a mondatok. Ha adag, már ezért. szóba hoztad ezt az inflációt, előbb azt mondtad, háborús infláció, most azt, hogy szankciós. Csak egy észrevétel, hogy délelőtt hallgattam Nagy Márton beszélgetését Exterde Tiborral az Info ahol az infláció is szóba került, és a legnagyobb meglepetésemre Nagy Márton egyrészt halál. Biztosan azt állította, hogy ha már nem decemberre, már októberre egy számjegyű lesz az. Infláció, mert hát nem az infláció az érdekes, mondta a gazdaságfejlesztési miniszter, hanem az az érdekes, hogy, mert a, a, hogy mi lesz a növekedéssel. Ugyanis az inflációt, hát azt egy pillanat alatt le tudjuk vinni egy számjegyűre, ha akarjuk. Na most akkor így módon ellentmond a főnökének. Mert ha egy pillanat alatt le tudjuk vinni, akkor mi van a háborús inflációval, meg mi van a szankciós inflációval? Hát akkor ez mind hazugság. Na jó, most Nagy Mártonnal nekem ne gyerem Hát nem nem, én csak én elmondom, hogy... Tud mi a biztosítékot, szóval ez is az egyik nagy etetésük, nem a Nagy Márton, az nem érdekes. Hanem, hogy ez az egy számjegyű infláció. tudott te, hogy az emberek azt hiszik, az ország nagy részében, hogy ez azt jelenti, hogy először is, hogy egy százalékos lesz az infláció. Sőt, nagyon sokan azt gondolják, hogy csökkenni fognak az árak. Tehát nem tudja, hogy az egy számjegyű infláció, az mondjuk a 9 százalék, az azt jelenti, hogy az egy évvel ezelőttihez képest most még 9 százalékkal többe kerül. Az, ami már akkor is nagyon sokba került. Tehát ez az egy számjegyű. És ezt úgy tudják kommunikálni, hogy az emberek jelentős része, azt a kormány támogatja, amelyik le tudja vinni 1%-ra az inflációt, vagy pláne, ugye, mert ez azt jelenti, hogy csökken az infláció, azt hiszi, hogy csökken az infláció, az azt jelenti, hogy, hogy csökkenni fognak az árak. Na most a, a Nagy Márton az meg beszél össze-vissza, aztán vagy igaza lesz, vagy nem, mert hát ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet, inkább a Pistának mindjárt át fogom adni a szót, mert Ebben ő az én szóvivőm, ő képvisel engem. <gazdás> én biztosan... elfétettem fölírni neki a szöveget. Igen, összik, Hogyha hát ezt kérdezi a <gazdás> bánó, bánó aztán, igen. akkor mit kell mondanom? De, de minden esetre tényleg nagyon sok az ismeretlen, és még az egy számjegyű infláció se biztos. A gazdasági növekedés az, amit ők várnak, a másfél százalék, az igen nagy valószínűséggel nem fog összejönni és hát egyébként pedig arról az időszakról beszélnek, amikor tavaly nagyon gyorsan emelkedtek az árak. És ehhez képest most nem fognak olyan gyorsan emelkedni, de mindig az egy évvel korábbihoz hasonlítjuk ilyenkor, hát azok lehet, hogy éppen majd csökkenni fognak, de ettől senkinek nem lesz csop senkinek nem lesz jobb. Akkor a szóvivőmnek. <háha> nem érdemes ehhez túl sokat hozzáfűzni, mert így van, de azt gondolom, hogy amiben nagyon is profi a Fidesz, hogy többé-kevésbé beméri, hogy a számára fontos közönségnek mit és hogyan kell elmondani. Ugye ők. Ezek nem, a vidéki. Szavazók, nem feltétlenül nem? vidéki. Ezek, most nem akarok senkit megsérteni, ezek a Szent Márton hegyi dámák, meg a Szent Lukács hegyi dámák direkt nem János hegyet mondok, csak hogy világossá tegyem a dolgot. Tehát ők sem mélyedtek nyilván el, mert azt kell mondanunk, hogy Magyarország, de akár még talán Bulgária is nem ott tart, mint Románia, vagy Szlovákia, vagy Csehország, ahol az emberek érdeklődnek arról, hogy mi lesz a pénzükkel, mi van a megtakarításukkal. Tehát elemi közgazdasági ismereteket megpróbálnak elsajátítani, és fönn akadnának egy ilyen kijelentésen, mert akkor pontosan tudják, hogy ha a múlt évi infláció, tehát az ár emelkedés üteme a múlt előtti évhez képes volt 25, ha most ez az ütem lemegy 9-re, akkor erre a két évre együtt az egy 34 nyi áremelkedés. Na most ugye ezt nálunk ahol a Hello Röfi szintjén sem olvasnak az embereknek, figyelnek erre oda, és ezt lövik be nagyszerűen a Rogán féle propaganda minisztérium, és az ilyen nagymarcik, akik kismarcik voltak éppen, mert ugye átjöttek Matócsitól, ahol kismarcik voltak, most lettek nagymarcik, és ők ezt mondják minden nehézség nélkül. Erre nem nagyon van az embereknek szava, mert nem tudják pontosan jól követni, és abban a pillanatban, amikor ugye, ha rajzfilm figuraként képzeljük el a közönséget, aki, ha emlékeztek, a rajzfil figurák szemébe ilyen dollárjelek szoktak villódzni. Most ők is azt gondolják, hogy annyira jól megy most a gazdaság, hiszen nem arról beszélnek, hogy megszorítások lesznek. Nem arról beszélnek, hogy itt most nem jön be a, nem arról beszélnek, hogy le kell zárni, tehát mindezekről. Na nem beszélnek a megszorításokról, csak de király. vannak, igen. Na, természetesen, de az emberek számára ez a megszorítás, az lényegebb azt jelenti, hogy visszaveszek. Az a tény, hogy valami, mert államelkedés üteme 10%, és csak 6%-kal nőnek, mondjuk a keresetek, az azt jelenti, hogy 4%-kal kevesebbet tudok vásárolni, mint tavaly. De ez nem azonnal esik le, tehát ez az aha élmény, ez ugye a leesik a tantusz, már régen nincsen tantusz, és ők erre tudnak gondolni, hogy ez a fajta késleltetett reakció mire bekövetkezik, addigra már egy új hazugságba tudunk belefogni, addigra ott lesznek a papírok, hogy ha ez lesz, akkor erre ezt kell mondani. Tehát nem az a nehézség, ahhoz vagyunk mi hozzászokva, hogy azt hisszük, hogy ez egy közgazdasági szemináriumon nevelkedett közönség. Nem, ez ezeken a kocsmai beszélgetéseken nevelkedett közönség. Hallotta Józsi, hogy mányi tudunk inni? Persze, körülbelül ez ilyesmi. Egyébként még egy pillanatra Barga Juditra visszatérve, így az első félidő végén, az, hogy őt Orbán Viktor kimenekíti innen és az Európai Unióba delegálja, az, az ő esetleges szerepét mennyiben érintheti a völner ügyben? Tehát ez azt jelentheti -e, hogy őt tanuként se fogják meghallgatni, vagy, vagy, ennyire azért nem süllyed mélyre az igazságszolgáltatás? Ne, de hát a ugye választások jövő nyáron lesznek, és ha ott nyilván megválasztják listavezetőként Európai Uniós képviselő lesz belőle, de hát ezek az ügyek addig elmennek odáig, hogy meg lehet hallgatni a bíróságnak, és itt a bírósági tanúskodásnál ott semmilyen mentelmi jog nem érvényesül, az egy következő lépés, de ha őt vádolnák valamivel, megjegyzem, az még nem merült fel, Ez hogy így. ebben valamilyen módon érintett lenne. Csak ugye ő, aki a felelős volt az egész minisztérium működéséért, kell, hogy számot adjon arról, hogy mégis mi még történtek ott ö, ö, alatta. Tehát ott már nem lehet arra hivatkozni egy esetleges tanú meghallgatásnál, hogy hát kérem, én van nem vagyok az igazságügyi minisztériumban, hát most már te kérdezzék. Abban a Tuzson Bencét. Itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy vele a balhét ebben az értelemben nem tudják elvittetni, mert ő már ugye az emlékezet megkopik, nem azonosítják, hogy ő volt mindazért felelős, ami abban a minisztériumban történik, tehát ennyiben tudják mentesíteni az emlékezet kopás révén, de nem tudják mentesíteni a tanúvallomás ahol, és nem tudják mentesíteni, ha végre egy szavaló kórussá tudna összeállni, például ebbe az ügyben kellene, az ellenzéki pártoknak az összes embere, hogy azt mondják, hogy te tetted, tedd, te voltál, mert akkor ki lehetne őt lőni, hiszen hát ha tudtál róla, akkor azért nem vagy alkalmas, ha nem tudtál róla, azért nem vagy alkalmas. Ugye csak hát ezek többé-kevésbé egy összehangolást és egy végig gondolást tennének szükségesé, meg azt, hogy ezeket, amit mi itt most elmondunk, az papírra vessük és eléjük tegyük, hogy ha ezt kérdezik, akkor erre ezt kéne mondani. Innen folytatjuk.